A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szeptember 28-án rendezte meg hagyományos ünnepi konferenciáját a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában. Az eseményt minden évben a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából szervezik meg, ahol szokás szerint átadják a polgármesteri ezüstlánc díjat. Ebben az évben Babják Zoltán, Gödöllő kárpátaljai testvérvárosa, Beregszász polgármestere kapta, ám az ünnepélyes ceremónia az orosz-ukrán háború miatt elmaradt, azt egy későbbi időpontban a háború befejeztével pótolják be. Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a MÖSZ nem politikai szervezet, nem pártpolitikai érdekek mentén működik. Ennek ellenére viták mindig lesznek, pláne most, amikor a források csökkennek, a kiadások pedig nőnek. Gémesi György hangsúlyozta, az önkormányzatok együttműködő partnerei akarnak lenni a kormánynak, mert közös érdekük egy sikeres magyar nemzet. Hopkó Iván, a Raiffeisen Bank ZRT önkormányzati osztály vezetőjének beszéde után Gombos Márk, az építési és közlekedési minisztérium területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkára előadásában Magyarország rohamos léptékű beépüléséről beszélt. Vizsgáljuk Magyarország beépítettségének a változásait is. Ezek a számok azt szemléltetik itt az első sorban, Magyarország beépítettsége is rohamos léptékben növekedett. Ugye két jelentős törvény, joganyag készül most az Építési és Közlekedési Minisztériumnak a műhelyébe. Az egyik az úgynevezett rövid nevén beruházási törvény, illetve a másik ilyen joganyag az a magyar építészetről szóló törvény. Inkább ez utóbbi az, ami választ próbál adni ezekre a globális, illetve hazai folyamatokra. És ennek a széleskörű véleményezésen átesett koncepciónak a felhasználásával készült el az a törvény normaszöveg, amely jelenleg a kormány előtt van. Tegnapi napon ismét tárgyalta a kormány, és múlt héten is szintén tárgyalta. Reményeink szerint ez a törvény ez e hónap közepéig benyújtásra kerül az országgyűlés elő, de nagyon fontos, hogy azt megelőzően kéthetes társadalmi egyeztetésre ez közzé lesz téve az országgyűlésnek a honlapján, úgyhogy mindenkit bíztatok arra, hogy ezt a jogszabályt ismerje meg. Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója kiemelte, hogy minden fejlett országban olyan élhető nagyvárosok épülnek jelenleg, ahol kicsi a közlekedési és energetikai környezetterhelés. Ezzel szemben Magyarországon mindenki az agglomerációba menekül. Talán sokan felismerik, ez Koppenhága, és amikor Koppenhágát általában példaként említjük, hogy milyen jó lenne, hogyha a magyar nagyvárosok olyanok lennének, mint Koppenhága, akkor az van a fejünkben, hogy folyóvíz, üres utcák, szépen felújítva minden, az emberek kerékpároznak, és hogy valamilyen nyugodt, idilli, kicsit rurális képünk van a világ legjobb városáról. Nos, az a hírem, hogy Koppenhágában több autó van egy főre jutva, mint Budapesten. A beépített népsűrűség, illetve a beépített házak, azok jóval magasabbak, mint Budapesten, tehát jóval nagyobb a népsűrűség. Ez a sztereotipikus képünk Koppenhágáról, de hogy Koppenhága igazából így néz ki. Nagy népsűrűség, modern épületek, de ugyanakkor meg lehet oldani, hogy ezt jó minőségben, esztétikusan, progresszív módon, zölden csináljuk. Koppenhága a világ legélhetőbb városa, de nem azért, vagy nem csak azért, mert mindenki biciklivel jár, hanem azért, mert hogy Koppenhágában hatalmas épületek nagy népsűrűséggel vonzóvá tudnak lenni fiatalok, cégek és általában a világ kreatív iparra számára. Dr. Csőzik László, Érd megyei jogú városának polgármestere, a MÖSZ elnökségi tagja felszólalásában némi humorral jegyezte meg, 1979-ig Érd benne volt a Guinness rekordok könyvében azzal, hogy 43 ezer lakosával a világ legnagyobb faluja volt, aztán várossá nyilvánították. Ma az ország 10. legnagyobb vidéki városa 76 ezer fővel, pedig legfeljebb 50-55 ezer lenne az optimális. Érd nem tud, nem képes gondoskodni a saját működésének a fedezetéről sem. Tehát totális a kitettség, teljes a kitettség.
szövetség az állami támogatások irányába, illetve az Európai Unió felé. És megjelentek a válságjelenségek. Hadd hozzak néhány példát a sajtóból. Ezek ugye ilyen botránygyanús, hülledezésre okot adó ügyek. Solymáron lajtos kocsival hordták a vizet, azt hiszem tavaly nyáron, olyan aszályos volt az idő, hogy még a WC-t is ásványvízzel öntötték le. Pécelen úgy építettek lakóparkot, hogy arra már nem futotta, hogy az esővíz elvezető rendszert megcsinálják, nincsenek járdák, sőt a közvilágítás is hiányzik. Gödöm, az iskolák a plébániát bérlik, hogy elférjen minden osztály. Gyömrön, ezeket a hírekben olvasom, a diákok állítólag konténerekben is tanulnak már. Fótról jelent meg nemrégiben, hogy egyetlen gyermekorvos és az asszisztense látja el a 21.000-es lakosságot. Aki egyébként ismeri, vagy ott lakik az észak-nyugati régióban, Pilis Csabáról Esztergom felől kocsival bejutni Budapestre döbbenet, tehát 20 kilométert körülbelül egy óra alatt tudnak megtenni a reggeli ingázók. És akkor bejön a főváros problémája. A főváros ürül ki. Igen, de csak éjszakára, mert napközben az emberek visszamerészkednek, visszamennek dolgozni. Az érdi munkavállalók 2/3, 2/3 bent dolgozik Budapesten. Ez azt jelenti, hogy az ő nagy részük egyébként beül reggel a kocsiba, és körülbelül 1-1.5 óra alatt bebumlizik Budapestre, hozzájárulva ahhoz, hogy a fővároson belüli autós közlekedésnek az aránya az úgy néz ki, hogy a 40%-a az agglomerációból jövő ingázó forgalom. Eszes Béla, János Hida polgármestere, a MÖSZ társelnöke a Mi lesz veled vidéki Magyarország témakörében fogalmazott meg kemény gondolatokat. 25 évvel ezelőtt lettem János Hida polgármestere, vagyis az első Orbán kormánnyal együtt kezdtem a feladataim végzését és a közéleti munkámat. Azzal a kormánnyal együtt, akik akkoriban még tovább szerették volna bontani a központosított feladatokat. Ízlelgessük ezt a gondolatot, hogy most milyen távol vagyunk ettől a gondolatvilágtól és ettől az egész stílustól. Kedves barátaim, jogosan kérdezhetnénk, hogyan jutottunk el az Európai Uniós csatlakozásunk után közel 20 évvel az önkormányzatinak csúfolt vidéki hűbéri rendszerhez, amely egyre jobban hasonlít a 70-es évek tanácsrendszeréhez. Államosították az iskoláinkat, a döntő érv az volt és ma is az, hogy nem tudtuk fenntartani az oktatási intézményeket. Véleményem szerint, ha nem kellett volna fenntartáshoz 40-50%-os arányban saját bevételeket biztosítani, akkor még talán maga Klebersberg Kuno is az önkormányzatokat bízná meg ezzel a feladattal a mai 60 tankerület helyett. És pedagógusaink béremelését sem az Európai Uniótól várnánk, ami önmagában is szégyenletes. Elvették tőlünk a vízszolgáltatást és a szennyvíztisztítás szolgáltatását, a nagy állami vízművek pedig arra sincs pénze, hogy legalább 10 évente lecseréljék azokat a vízórákat, amelyeknek 4 év a hitelesítési idejük. Érdekes, mi önkormányzatok, ameddig mi láttuk el a feladatot, ezt is el tudtuk végezni. Legalábbis ennél sokkal jobban. A kommunális hulladék kezeléséhez már régóta csak formailag van közünk. Történések csak külső szemlélői vagyunk, pedig a szemét egyre jobban növekszik a vidéki falvakban is. A programot hagyományosan kerekasztal beszélgetés zárta. Ezen Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya megyei jogú város polgármestere, Liszkai Krisztina, a Magyar Építészkamara terület és település rendezési tagozatának elnöke, dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, valamint Leidinger István, Pomász polgármestere beszélt az önkormányzatiság aktuális helyzetéről, távlati jövőjéről. Hagyományosan az Alsó Parkban rendezte meg a Szent Mihály napi családi ünnepet a Gödöllői Waldorf iskola. A rendezvény flashmobbal kezdődött, melynek során a résztvevők megalkották a szeretet és az összefogás körét, ahogy Kecskés Judit fogalmazott köszöntőjében. Mint mondta, ez a program a hagyományok ápolása mellett a találkozásokról, a személyes kapcsolatok ápolásáról is szól. Nagyon örülünk, hogy most is meg tudjuk rendezni ezt az ünnepséget, ami tényleg ünnep, hiszen hetek óta készültünk rá nagyon sokan,
nagyon sok mindennel, és ennek ez mindig a megünneplése. Gödöllő a közösségek városa, és a Waldorf közösségben hatalmas erő van. Ezt már dr. Gémesi György polgármester mondta. Fantasztikus jó ötlet volt és gondolat ez a kör. Milyen nagy szükség volna rá, hogy egész Gödöllőt körbe vegyük egy ilyen körrel, hogy egy picit mutassuk meg azt, hogy másképp is lehet gondolkodni és élni. Nem csak a gyűlölet és a sok-sok negatív dolog kell betöltse az életünket, mert sok ilyen van. Ráadásul a világ sem egyszerű, elég bonyolult, ami a környezetünkben van, hanem az a szeretet, az az összefogás, ami itt most ebben a pici körben, ahhoz képest kicsi körben, mekkora Gödöllő, ez létrejött. Gödöllő a közösségek városa, és a Waldorf közösség is egy hatalmas közösség, hatalmas erő, és ezek a közösségek alkotják a város összességét és erejét, és azt gondolom, hogy az a város erős, és az a város tud jövőben gondolkodni, ahol sok ilyen közösség van, és teszi a dolgát, és mondjuk létrehoz egy ilyen szép családi napot. A népi hagyományokra épülő program során a résztvevők szőlőt préselhettek, kukoricát morzsolhattak, kovácsolhattak, és a Szent Mihály napi hagyományokhoz kapcsolódóan sárkányt készíthettek papírból vagy épp kenyérből, és különböző ügyességi játékokban tehették magukat próbára. Mindeközben a színpadon folyamatosan zajlott az iskola diákjainak és tanárainak műsora, amit Bodnár Szilvia és zenekarának koncertje zárt. Csillag István grafikus művész alkotásaiból nyílt kiállítása a Monát galériában. A Csíkszeredából érkezett művésznek korábban már több kiállítása volt Gödöllőn, mind csoportos, mind egyéni tárlat keretében. Most új alkotásokkal érkezett, amelyek között a többféle technikával készült megfogalmazások és érdekes látványként megjelenített printek kaptak helyet, melyek teret adnak a fantáziának. A megnyitón dr. Gémesi György polgármester köszöntötte a Gödöllő testvérvárosából érkezett művészt, felhívva a nézők figyelmét a különleges alkotások részleteire. Amikor bejöttem rögtön, arra néztem, arra kérve szakmai ártalom, de ez mind a három aszfalt. És rögtön tudtam, Judit nem teljesen, hogy itt ugye az aszfalt résbe teszik bele a szurkot. Nagyon logikus, attól is szoktuk csinálni, hogy ne menjen be a víz és a hideg, ott nagy hidegek vannak, még vannak nagy hidegek, itt már kevésbé, de ott is szétrepeszti az aszfaltot, és ugye akkor az önkormányzat, illetve a szakemberek fogják magukat és megpróbálják az aszfalt védelme érdekében beölteni ezeket a anyagokat, hogy ez taszítsa ki a vizet onnan, hogyha arra mennének. És térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, ami alap, és a művésznek az egyik aszfaltpoétikája az élet dolgait hozza ide elénk, mert ha itt elsétálunk Gödöllőn egyik vagy a másik utcán, nem veszük észre ezeket a csodákat, akik vannak itt mellettünk, körülöttünk, akár az élet produkálja a csodát, akár segítenek hozzá az emberek, hogy ezek a csodák oda kerüljenek, hanem megyünk, és csak a nagy dolgokra tudunk reagálni, vagy pozitívan, vagy negatívan, miközben egyébként nagyon sok szép dolog van azokban a kisebb környezetekben is, a kisebb részeiben is a városnak, és ebből most kaptunk a művész úrtól is csíkszeredai aszfalt tekintetében üzenetet. A kiállítást Esz Jánosi Erzsébet, a Monát Galéria vezetője nyitotta meg. Csillag István alkotásai lenyomatok, létnyomatok, létünk nyomatai. Valahonnan a tejút utolsó csillagán túli öröklétből érkezik. Megpihen a fény a lábain, a pici pontocskák peremén, bellapul fekete színének mélyén, elringatja a nem létező tájak szépsége. A hétköznapi történésekben az alvó csodát látja, foltokban a létezés csíráját, vagy éppen az evolúciós növekedést, a tónusok vonalakra feszülnek, kibomlik rejtett tartalmuk, értelmet kap létezésük. Rövid jazz koncertet adott Pataj György és Lucz János. Kortalan zene címmel tartottak koncertet a Zenevilágnapja és az Idősek Világnapja alkalmából a Gödöllői Baptista Imaházban szeptember 29-én. Az a mai rendezvény, ez a délután igazából október 1-jéhez kötődik. Sokan tudják, tudjuk, hogy ez a
napnak, két dolognak is a világnapja, a zene világnapja egyfelől, másfelől pedig az idősek világnapja, és a Magyarországi Baptista Egyház Szociális Módszertani Központjának a szervezésében most már évtizedes múltra tekint az vissza, hogy ezen a napon valahol valamelyik gyülekezet otthont ad, imaház otthont ad egy olyan alkalomnak, amelyre a helyben élő, környezetében élő idős emberek, zenebarátok, zeneszeretők eljöhetnek és együtt tölthetnek egy délután. Örömmel adtunk helyet így ennek a mai délutánnak is. És azt a nevet, azt a címet kapta ez a délután, hogy Kortalan zene, utalva október 1-ének a két jellemzőjére, az idősek és a zenevilágnak a ünnepére. A megjelenteket dr. Gémesi György polgármester köszöntötte, Mészáros Kornél lelkipásztor, a Magyarországi Baptista Egyház korábbi főtitkára pedig elmondta igei gondolatait, majd Kovács Géza művészeti menedzser előadását hallhatták. Végül a zenéjé és a daltanulásé lett a főszerep. Kiváló hangulatban telt a Kazinczy körúti játszótéren megrendezett családi nap szeptember 29-én. Családi nap kezdődött a Kazinczy körúti játszótéren, nagyon örömmel szerveztük, rendeztük, még mindig mindenkit várunk szeretettel. A sátrakban különböző kihívásokat lehet teljesíteni, pecséteket lehet gyűjteni, és rengeteg ajándék vár az ideérkezőkre. Nagyon sokféle programmal is készültünk. A kilátogatók találkozhattak többek között a hip-hop táncsoporttal, a Frédéric Chopin zenei ami növendékeivel, Benedek Kriszta vezetésével, a Step by Step tánc együttes akrobatikus tánc bemutatójával, vagy a Gödöllői Rendőrség, Polgárőrség, Gyepi, Kutyamentő, adománygyűjtő standjával, a méltán népszerű tűzoltó placcal, ahol locsolni és füstölni is lehetett. A házigazdák dr. Györfi Beáta és Molnár Gergely voltak. Zsókaságok, fotók és egypercesek az élet dolgairól címmel rendeztek irodalmi estet és fotókiállítást szeptember 28-án a Városi Könyvtár és Információs Központban. A zsúfolásig megtelt teremben dr. Rácz Judit nyelvész kérdezte Somogyvári Zsóka fotóművészt sokak által kedvelt és olvasott Facebook posztjairól, melyek életét mutatják be. A megnyitón Mészáros Beáta szólaltatta meg az írásokat. Az elmúlt napokban nagy visszhangot váltott ki az Erdei Kisvasút közösségi oldalán megjelentetett poszt, mely szerint a Gödüllői Arbo Parkban működő kisvasút 2023. október 2-ától véglegesen megszűnt. A hírt az országos médiumok is megjelentették. Erről az Arbo Park közleményt juttatott el Gödöllő önkormányzatának sajtóirodájához, melyből kiderül, hogy a Gödöllői Kisvasút jelenleg egy TÜV engedéllyel rendelkező mutatványos vasút, nem minősül vasút üzemnek. Azonban egy ilyen szolgáltatáshoz is szükséges biztonsági és működési engedélyek felmutatása az Egyesület részéről. Ezek hiányában a közlekedés nem tekinthető biztonságosnak, amiért az Arbo Parkot üzemeltető Erdők a Közjóért Alapítvány nem tudja vállalni a felelősséget. Az Egyesület tervei szerint Gödöllő állami telepek vasútállomásig épült volna a kisvasúti pálya, ami ugyan közlekedési és turisztikai szempontból előnyös lenne, de sajnos nem kivitelezhető, mert az így tervezett nyomvonalnak át kellene haladnia a HM Kurrusz területén. Haditechnikai tevékenység miatt erre a területre civileknek belépni tilos. Ezen felül a további pályahosszabbítás jelentős mennyiségű fakivágással járt volna.
Az alapítvány javaslatot tett egy biztonságos, fenntarthatóan üzemeltethető, a jelenlegi mutatványos engedéllyel is működtethető gyermekvasút üzemeltetésére, a jelenlegi szerelvények pedig továbbra is bemutatásra kerülhetnének a már meglévő múzeumi területen, azonban a kisvasút elvetette az ötletet. 2022 év végén az Agrárminisztérium több millió forint értékű visszanemtérítendő támogatást ítélt az Erdei Vasútért Egyesület részére, azonban többszöri hivatalos megkeresésre sem reagálva nem vette fel ezt az összeget, annak ellenére, hogy ezzel akár kisvasút üzemmé válhatott volna, megalapozva a további állami támogatások, így a hosszú távú működés lehetőségét. Mint az a bejáratnál kihelyezett tájékoztató táblán is olvasható, a kisvasút az Arbo Park hosszú távú koncepciójában szerepelt, azon meg is jelenik, mint folyamatosan fejlődő attrakció. Azonban a biztonságos működéshez szükséges engedélyek hiánya és az együttműködés elől való rendszeres elzárkózás a szerződés felmondásához vezetett. Sztárhárfások, fiatal tehetségek és hárfa kiállítása 25. Hárfa Fesztiválon Gödöllőn, a Királyi Kastélyban október 7-éig. Ezeket egyszerre is láthatta és hallhatta a közönség szeptember 30-án, amikor is a hagyományos közös koncertre került sor, ahol a kiállításra érkezett hangszereken híres hárfások és fiatal tehetségek közösen adtak koncertet a jubileumi hárfa együttes keretében. A 25 éve megtartott fesztiválon olyan sztárhárfások adnak szólóestet, mint Elizabeth Plank, Lenka Petrovics, Jana Bouskova és Alexander Boldacev, de kiváló magyar hárfaművészek is fellépnek, Razvaljájeva Anasztázia és Farkas Mira játékát is hallhatják az érdeklődők. Idén Paulovicsné Domokos Erika és az Erika Jáda étterem közössége, valamint Kruták Zsófia és a Karácsonyház közössége részesült a Gödöllő vállalkozója díj kitüntetésben, a városban végzett magas színvonalú vállalkozói tevékenységük elismeréseként. A Gödöllői Királyi Váró Kulturális Központban szeptember 21-én megtartott díjátadón dr. Gémesi György polgármester köszöntötte a vállalkozókat. Sokáig az volt a városnak a nagy bevételi forrása, hogy itt voltak nagy cégek, lásd Teva, lásd Itron, lásd Lír, akik hatalmas, több százmilliós iparűzési adóval erősítették a város bevételi rendszerét, de ez a világ valahol, a multik világa, ugye ez más, mint a közép-kis vállalkozók világa, ők, ha valamilyen formában megtakarítani tudnak pénzeket, elmennek. A város gazdaságának jövője nem a nagy cégek ide telepítése. Persze nyilván jó, ha ide települ egy nagy cég, és adott esetben több százmillió forint adót fizet, hanem a stabilitást a sok közép-kis vállalkozás teremti meg, hiszen sokan stabilak ebben a városban, akik a vállalkozásokat jól viszik, szépen prosperálnak és tudnak nyilván adót fizetni, és természetesen ezzel munkahelyeket is teremtenek. Az elismeréseket a polgármester Pejhe Józseffel, a Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökével adta át. Gödöllőváros önkormányzat képviselőtestülete Paulovicsné Domokos Erika és az Erika Jáda étterem közössége részére, elismerve a városban végzett magas színvonalú vállalkozói tevékenységéért, Gödöllő vállalkozója díjat adományozza. Domokos Erika és az Erika Jáda étterem csapata. Az éttermet nem csak a városi rendezvényekről ismerhetjük, hiszen a kolbásztöltő fesztiválok és a főzőversenyek aktív segítőjeként betöltött szerep mellett a mindennapi étkezést is biztosítja a gödöllőiek által kedvelt étterem.
tulajdonosa Paulovicsné Domokos Erika már az isaszegi mókus őrsben elhatározta egy őrsi verseny alkalmával, hogy szakács lesz. Kimentünk a Szoborhegy alá, mert isaszegre jártam ugye iskolába, általános iskolába, és ötödikesek voltunk, a felső tagozat már kimehetett a Szoborhegyre, erre a rendezvényre, és ott volt főzőverseny. És ugye a mi csapatunk, a mi őrsünk, azt kérlem szépen, hát felosztottuk, hogy ki micsoda, és akkor mondták, hogy ez szakács nincsen. Hát akkor legyen a Domokos Erika a szakács. Úristen, hazamentem, mondtam anyunak, hogy te anyu, mondom, én lettem a szakács. Mondom, hát valamit főzni kellene, de mondom, mit főzzek? És akkor mondta, hogy hát főzzél paprikás krumplit. És akkor paprikás krumplit főztem, és olyan jól sikerült, és akkor eldöntöttem, ötödikes voltam, eldöntöttem, hogy én vendéglátós suliba szeretnék menni, és szakács leszek. Az étterem a sportcentrum büféjének üzemeltetéséből nőtte ki magát. Előbb a Széchenyi utcai épületben várták a gödöllőieket, ma pedig a piacon szolgálják fel a finomabbnál finomabb ételeket. Sokszor mondják azt, hogy Úristen, ez olyan volt, mint amit a nagymamám főzött, de a néni 70 éves volt, tehát a nagymamája akkor most lenne 120. Én elcsodálkoztam, úristen, és akkor nem is egy ember, rengetegen. De tényleg én anyutól tanultam az ízeket, Békés megyéből származunk, ő meg az ő anyukájától, nagyon jól főztek, és én nem tudok másképpen csak így főzni, és azt gondolom, rengeteg ember van még, aki a régi ízeket szereti. A hétfős gárda a legjobb minőségű konyhai gépekkel dolgozik finom alapanyagokból, ami garantálja a jó minőséget. Ezt a törzs vendégek magas száma is bizonyítja, akik a városi rendezvényeken hosszú sorokban várnak a finom ételekre. Szoktunk főzni a fiataloknak, például lángos sütöttünk nekik, amikor az úrétitamon volt, takarítás, akkor például, amikor a futóverseny van decemberben, akkor el szoktam azt is vállalni, hogy teát főzünk nekik, zsíros kenyeret kenünk. Úgyhogy minden, amire felkérnek, szívesen csináljuk, mert azt gondolom, hogy ide tartozunk Gödöllőhöz. Én szeretem azt, hogyha ha az emberek összetartanak, és én ebbe segíteni szeretnék. Domokos Erika és az Erika Jáda étterem csapata számos városi és civil rendezvény támogatásával a gasztronómián keresztül építi városunk közösségét. Gödöllőváros önkormányzat képviselő testülete, Kruták Zsófia és a Karácsonyház közössége részére, elismerve a városban végzett magas színvonalú vállalkozói tevékenységéért, Gödöllő vállalkozója díjat adományozza. Kruták Zsófia és a Karácsonyház csapata. Az elmúlt években a gödöllői Karácsonyház városunk egyik nevezetességévé és látványosságává vált. A minden évben októberben nyíló üzletbe az ország számos pontjáról érkeznek turista csoportok. Vannak, akik kifejezetten csak emiatt utaznak Gödöllőre. A vállalkozás először a Kastély Pálmaházában nyitotta meg kapuit, majd azt kinőve a testőr laktanya melletti, ma is Marni épületébe, azt is kinőve pedig a mai várkapitányi lakba költözött, ahol ma már épp hogy elférnek. A munka a háttérben nem csak a nyitvatartás alatt, hanem egész évben folyik. A Karácsonyháznak a szervezése és működése tulajdonképpen egy egész éves feladat, és sokan itt Gödöllőn is megállítanak évközben, hogy vajon most mit csinálok éppen, mivel ütöm el a szabadidőmet. Tulajdonképpen van egy olyan szűk csapat, egy 3-4 fő, akinek egész évben feladatot ad a Karácsonyháznak a megszervezése.
Tehát nekünk tényleg január 1-től december 31-ig karácsony van, nagyon sok feladatot ad, és akkor ezen a szűk csapaton kívül ugye van a dekorációs csapat, aki kimondottan a dekorációval foglalkoznak, azt építik itt fel a karácsonyházban, ők egy további 6-8 fő, és amikor elindul a karácsonyház és megnyitjuk a kapuinkat, akkor pedig csatlakozik a csapathoz még az a további legalább 10-20 fő, aki a mindennapos működés lehetővé teszi, illetve ugyanez a csapat az, aki már augusztus végétől folyamatosan velünk van és az áruk érkezésével foglalkozik. Az összesen 30 fős csapat minden évben új dizájnnal készül a vásárlók és nézelődők örömére. Szívesen fogadják a helyi óvodákat, iskolákat. Ma már a gödöllői adventi programok is ide kerültek át. Az ember hajlamos elfeledkezni a mesebeli karácsonyház láttán, hogy ez egy vállalkozás, amit nagy szakértelemmel kell megszervezni. Számomra az jelenti a kihívást a karácsonyházban, hogy egyszerre próbálhatom ki magam a kreatív munkákban és a konkrét gazdasági folyamatokban is. Nagyon hálás vagyok a csapatunknak, hogy évről évre segítenek megvalósítani ezt a csodavilágot, kreatív ötletekkel és kitartó munkával támogatnak minket. A karácsonyház városunknak az országos médiumok által is nagy népszerűséget hoz, hiszen nincsen olyan tévé, amelyik legalább egyszer ne beszéljen a gödöllői karácsonyházról. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Gödöllő hírét, ugye nem csak a környékben, nem csak a városban, ugye nagyon sok városi jár hozzánk, nem csak a környékben visszük, hanem országhatáron túlról is érkeznek hozzánk látogatók. Én azt gondolom, hogy örömmel és büszkeséggel mondhatjuk el, hogy most már a Gödöllői karácsonyház országos ismertség lett szert. Kruták Zsófia és csapata önzetlenül segíti a város intézményeit díszekkel, sokszor komplett feldíszített karácsonyfákkal. A város főterén álló fenyőfát is évente ők díszítik fel. Nélkülük ma már elképzelhetetlen a gödöllői karácsony. Az eseményen Mészáros Beáta, a Garabonciás Színtársulat vezetője és Pintér Péter jazz zongora művész adott rövid koncertet. Megtartotta szeptemberi ülését Gödöllőváros képviselőtestülete. A napirendi pontok között kiemelt figyelmet érdemelt a gödöllői óvoda és tagintézményei 2022-2023-as köznevelési évre vonatkozó szakmai beszámolója, melyet dr. Papné Pintér Csilla, a gödöllői óvoda vezetője tárt a testület elé. A képviselők is úgy ítélték meg, hogy hatékonyabb lett az óvoda működése, miközben megmaradt a tagintézmények önállósága. Gödöllőváros képviselő testülete elfogadta az önkormányzat 2023. év első félévi beszámolóját, valamint az önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságainak 2023 első félévi beszámolóját. Ennek kapcsán Bárdi Péter alpolgármester kiemelte a nemrég átadott energiahatékonysági felújításon átesett palotakerti óvodát, valamint a művészetek házára történt napelem telepítését. A közlekedési fejlesztések kapcsán kitért a Bajcsi Zsilinszki Szilhát utca csomópontban kialakított körforgalomra, a már átadott két okos zebrára, amit még két újabb fog követni, amint az engedélyek megérkeznek. Szintén csak az engedélyektől függ, hogy a Blahai városrészbe tervezett csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó munkák mikor kezdődhetnek meg, hangzott el az ülésen. Dr. Gémesi György polgármester leszögezte, a város költségvetése egyensúlyban van. Problémásnak nevezte viszont, hogy a kormány részéről semmilyen választ sem kapott még az önkormányzat a bölcsőde építéshez és az energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó hitelfelvételének engedélyezésével kapcsolatban. A Tormai Károly Egészségügyi Központ térítési díjszabályzatában részletesen és közérthető módon szabályozásra került a térítésmentes és a térítésköteles ellátásra jogosultak köre, a szolgáltatások díja, azok megismertetésének, számlázásának és fizetésének rendje, valamint a térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezések. Új rendeletet alkotott a képviselő testület a taxisokra vonatkozóan, mely megszünteti a hatósági árszabályozást és lehetőséget ad a szolgáltatóknak, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak reagálni az aktuális gazdasági helyzetre.
A képviselőtestület jóváhagyta több önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének megkötését. Ezek között olyan is található, ami munkakör ellátásának elősegítése érdekében történt. A bérlők évek óta a gödöllői rendőrkapitányságon teljesítenek szolgálatot. Valamennyi lakás szerződésének meghosszabbítását egyhangúlag fogadta el a testület. A képviselők jóváhagyták a polgármester szabadságolási ütemtervét, melyet úgy szabályoz a jog, hogy a testületnek minden alkalommal ülésezni kellene, akár nyáron is, ha ebben változásra kerül sor az előre nem látható polgármesteri feladatok miatt. Mivel ez így nem megvalósítható, azonban a jogszabály előírja, így természetesen a szabadságlistát pótlólag benyújtotta a polgármester. József Attila Altató című verse adta az ötletet Gödöllő új, a Premontrei utca 8 szám alatt épülő bölcsődéjének névválasztásához. Az új intézmény a Kis Balázs bölcsőde nevet fogja viselni, és a Gödöllői Palotakert bölcsőde telephelyeként működik majd. A névadásnál fontos szempont volt, hogy József Attila Altató című versét Otto Ferenc zeneszerző unokaöccsének, a Gödöllőn élt Gellér Balázsnak írta. Az újonnan kialakításra kerülő 6 csoportszobás, 84 férőhelyes bölcsőde kivitelezési munkálatai az előírt határidőben haladnak, az intézmény várhatóan a jövő év elején tudja fogadni a bölcsődei felvételre jelentkező gyermekeket. A gödöllői származású Price Márton a legfiatalabb magyar hegymászó, aki meghódította a Mount Everestet. Márton Budapesten született 1994. február 2-án, kettős, angol és magyar állampolgárként. Gyermekkorát Gödöllőn töltötte, és a gödöllői Waldorf gimnáziumban érettségizett, mely után az angol Cambridge-i egyetemen folytatta tanulmányait. Jelenleg Londonban él. Eddig a 8000 méternél magasabb hegycsúcsok közül kettőt, a Manaszló 8163 méteres főorom csúcsát, valamint a Csomolungma 8848 méteres csúcsát mászta meg. Élményeit október 9-én városunkban is megosztja az érdeklődőkkel. Az energiahatékonyság jegyében egy hőszivattyúval gazdagodott az Erzsébet királyné szálloda a múlt héten. A berendezés egy szállodára méretezve olyan nagy, hogy csak a tetőn keresztül lehetett beemelni egy daru segítségével. Szeptember 15-én meghalt Michel Jäger Wageningen egykori polgármestere, aki nagy szerepet játszott abban, hogy Gödöllő és Wageningen testvérvárosi kapcsolata létrejöjjön. Elkötelezett volt Gödöllő iránt, mindig figyelemmel kísérte a helyi választásokat. Több alkalommal is járt nálunk, tavaly személyesen részt vett a testvérvárosi szerződés létrejöttének 30. évfordulóján. Szeptember 20-án dr. Gémesi György fogadta Eva Dvoráková asszonyt, Csehország augusztus óta hivatalban lévő magyarországi nagykövetét. A találkozó témája Gödöllő és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének cseh kapcsolatai voltak. Gödöllő cseh testvérvárosa Brandiz nad Labem, ahonnan az egy hete rendezett Habsburg konferencián a város polgármestere és a követség is képviseltette magát. Dvoráková asszony a 90-es évek végén járt már városunkban, és örömmel állapította meg, mennyi minden változott azóta. Különleges események helyszíne volt szeptember 23-án a Szent Háromság templom. Itt került sor a máltai jeruzsálemi Szent Lázár katonai és ispotályos lovagrend beavatási szertartására. Az ünnepséget Szent Mise előzte meg. Ne hagyja a slusszkulcsot a kocsiban! A gödöllői rendőrkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a gépjármű lopások megelőzése érdekében autóját mindig lezárt állapotban a KRESZ szabályainak megfelelően parkolja le, indító kulcsát egy pillanatra se felejtse benne. Járművét mindig gondosan zárja be, akkor is, ha saját udvarán parkol, vagy rövid időre kell otthagynia valahol. Ne hagyja autóját járó motorral felügyelet nélkül addig sem, amíg például bezárja a kaput vagy a garázsajtót. A gépkocsi feltörések megelőzése érdekében
A gépjármű utasterében ne hagyjon táskát, csomagot, mobiltelefont, GPS-t, a tartókonzolt sem, egyéb értékes műszaki cikket. Személyes iratokat, pénzt, bankkártyát, gépjármű okmányait még a kesztyűtartóban se hagyja. Ezek megszerzése további visszaélésekre ad lehetőséget. Még üres táskát se hagyjon a kocsiban, hiszen a tolvaj csak a jármű feltörése után veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon túl jelentős javítatási költségeket is generál. Mindig zárja be az ajtókat, húzza fel az ablakokat, kapcsolja be a riasztót, akkor is, ha csupán pár percre száll ki. Kiszállás után ellenőrizze a gépkocsi lezárt állapotát, illetve hogy a riasztó bekapcsolt-e. A riasztó berendezés mellett használjon mechanikai védelmet is gépkocsijuk védelmére, kormány, pedál, váltózár. Vegye igénybe az őrzött parkolókat és az értékmegőrzőket. Amennyiben a bűncselekmény már megtörtént, a helyszínen található nyomok megőrzése érdekében ne nyúljon semmihez, és értesítse a rendőrséget a 112-es telefonszámon.